vezetői. Idézet kezdődik. Azon vállalatok vezetői, melynek hosszú távú piaci stratégiája képzett és együttműködő munkaerőt igényel, némileg erőteljesebben ösztönzik a munkaerő magasabb szintű újratermelését biztosítani tudó, jól működő állami jóléti rendszer kiépítését és fenntartását, mint a betanított vagy képzetlen és alacsony költségű munkaerőt alkalmazó. Az előbbiek esetében a megoldatlan lakás problémák, a tömegközlekedés alacsony szintje és magas költségei, a csökkenő egészségügyi szolgáltatások és a folyamatosan változó képzettségi igényeket kielégítő szakképző intézmények hiánya jelentik azokat az akadályokat, melyek a globális piacokon folyó versenyben szükséges emberi erőforrás stratégiák előtt tornyosulnak. Eddig tartott az idézet. Nem volt sajnos ennek a tanulmánynak tárgya a fenntarthatóság, de ha vizsgálta volna, akkor kimutatta volna azt is, hogy ezek a hosszú távú befektetők jól tudják, hogy a jövő versenyképes iparágai a zöld szektorban találhatóak. Ezért mondjuk mi a kormánnyal szemben, hogy nem forrást kell kivonni a zöld szektorból, hanem éppenséggel növelni kell azt. Ezért fogalmaztuk meg ambiciózus zöld fejlesztési célokat már 2009-ben Zöld élénkítés című anyagunkban. A megújuló energetika, az egészséges minőségi élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök előállítására és az ökoturizmusra szakosodott vidék, a köz- és magánépületek felújításába a felpörgő építőipar. Ezek lennének a kitörési pontok. Ezek azok a programok, melyek szinte sajnos teljes egészében hiányoznak a 2011-es költségvetésből. Viszont ebből a költségvetésből kirajzolódó jövőképpel élesen szemben áll az, amire az ország fenntartható kilábalása építhető lenne. Ez a fenntartható kilábalás jövőképe az, amire az LMP programját építettük. Ennek alaptétele az, hogy a befektetés az emberbe, befektetés a jövőbe. Ehhez viszont arra van szükség, hogy ne engedjük a lefelé tartó adóverseny színén hangjainak. Alternatív költségvetésünkben ezért számoltunk az egészségügy forrásainak 50 milliárdos bővítésével, szemben azzal, hogy a kormány kivesz onnan. Ezért számoltunk az oktatás forrásainak bővítésével, szemben azzal, hogy a kormány kivesz az alap, közép és felsőfokú oktatásból. Ezért számoltunk a szociális programok fejlesztésével, szemben azzal, hogy a kormány leépíti azokat. És ezért számoltunk egy 80 milliárdos környezetpolitikai csomaggal, szemben azzal, hogy a kormány kivesz a zöld szektorból. A magas minőségű, egészséges és jól képzett munkaerő a legfontosabb versenyképességi tényező tehát, és ezt a kormánnyal szemben tudják azok a befektetők is, akik hosszú távú piaci stratégiákkal rendelkeznek, csak úgy, ahogy mindenki tudja, hogy a fenntarthatósággal szemben nem értelmezhető a fejlődés. Ezt a közkeletű bölcsességet szeretném az önök figyelmébe ajánlani, és ezt fogjuk a következőkben is képviselni LMP-s képviselő társaimmal. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen. Közben én is köszöntöm a házat, átvettem az elnöklést, és megadom a szót Hörcsik Richárd képviselő úrnak a Fidesz partsoraiból. Tessék parancsolni. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A 2011-es költségvetést a most zajló általános vita során képviselőtársaim már sok szempontból körüljárták. Engedjék meg, hogy a rendelkezésemre álló rövid időkeretben egyetlen egy aspektusból az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban vizsgáljam meg. Képviselőtársaim előtt közismert tény, hogy Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatok tekintetében a következő 2011-es esztendő várhatóan több szempontból is fordulópontot fog jelenteni. Úgy vélem, hogy ez a fordulat a 2011-es költségvetésben is tükröződik. Mert ez a fordulópont nem csak az uniós elnökségünkből fakad, hanem abból a tényből is, amit a magyar költségvetés jövő év végén várható mérlege fog megmutatni. Amennyiben a költségvetési törvényjavaslat által célzott makrogazdasági körülmények teljesülnek, Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta első alkalommal teljesíti a GDP 3% alatti költségvetési hiányára vonatkozó úgynevezett Maastrichti kritériumot. Úgy vélem, ez fontos hangsúlyoznunk, mert ez egy történelmi jelentőségi fordulat. Tudjuk azt, hogy Magyarország 2004. júliusa óta túlzott deficit eljárás alatt áll,
és az előttünk fekvő 2011-es költségvetés hozhat egyfajta fordulatot ebben az ügyben is, hogy előttünk lévő költségvetés, vagyis a törvényjavaslat alapján reális esély nyíljon arra, hogy ez az eljárás belátható időn belül lezáruljon. Tisztelt képviselőtársaim, amint a bevezetőben is említettem, a 2011-es első félévi soros magyar EU-s elnökség páratlan kihívást és egyben lehetőséget is jelent Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztének betöltéséhez a törvényjavaslat a külügyminisztérium és a miniszterelnökség fejezeteiben 15,9 milliárd forint összegű külön előirányzattal biztosítja a szükséges forrásokat. Fontos kiemelni, hogy az egy fejezetben történt költségvetési tervezés a feladatok koordinált ellátása mellett a közpénzek hatékony egy csatornás felhasználását is biztosítja. Úgy vélem, tisztelt képviselőtársaim, hogy ennek alapján nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a megfelelő színvonalú, de a költségtakarékos magyar EU-s elnökség ellátásának feltételei biztosítottak. Szeretném emlékeztetni a tisztelt házat, hogy Fritl Mátyás és Nógrádi Zoltán képviselőtársaim már 2008-ban önálló törvényjavaslatot nyújtottak be az EU elnökségi feladatok finanszírozásának az ellátásáról, amelynek tárgy sorozatba vételét sajnos az országgyűlés akkori többsége elutasította. Az előző kormány által egy évvel ezelőtt benyújtott költségvetésben pedig külképviseleti ingatlanok eladásából tervezték fedezni az EU-s elnökség előkészületeinek egy részét 2 milliárd forint nagyságrendben. Ez nem teljesült. A jelen költségvetési javaslat e tekintetben is tehát pozitív fordulatot hozott, hiszen átlátható és valós tervezés tükröz. Megszünteti a korábbi 2 milliárdos költségvetési lukat, így az ambíciózus célkitűzéshez reális megközelítés párosul. Tisztelt elnök úr! Magyarország Európai Uniós csatlakozásának megítélése a közvélemény kutatási adatok alapján azt látjuk, hogy 2004 óta folyamatosan romlik. Romlik annak ellenére, hogy az Európai Uniós tagság sok ezer milliárdos forintnyi uniós forrást irányzott elő Magyarország számára a 2007-13 közötti uniós költségvetési periódusban. A nagyarányú uniós források felhasználására a költségvetési törvényjavaslat úgy vélem, hogy itt is megfelelő keretet biztosít. Mit jelent ez a számok nyelvén? Nézzük részleteiben, tisztelt képviselőtársaim. 2011-ben 1166,7 milliárd forint uniós forrás felhasználása áll rendelkezésre, amihez 251,6 milliárd forintos központi költségvetési finanszírozás szükséges. Az egyes operatív programok, uniós támogatások a törvényjavaslat 19. fejezetében kapnak helyet uniós fejlesztések cím alatt, amelyben a legnagyobb tétel az új Magyarország fejlesztési terv, amelynek végrehajtását kiegészíti az új Széchenyi terv, ami jövő január 15-én indul. E tekintetben, tisztelt képviselőtársaim, tehát 1124,7 milliárd forint kifizetéssel számol a javaslat, amelyből 965,8 milliárd forint európai uniós forrás. Meggyőződésem, hogy e programok páratlan lehetőséget jelentenek, amelyel a hazai kis és közepes vállalkozásoknak is élniük lehet és kell is, elősegítve az ország gazdasági fejlődést, talán ami a legfontosabb, a munkahelyteremtést. Fontos látni, hogy az uniós források nagysága az uniós költségvetési periódus végéhez közeledben lényegesen meghaladja a korábbi évek előirányzatait. E tekintetben fontos garancia az úgynevezett felülről nyitott előirányzatok elve, amely lehetővé teszi a szükséges források biztosítását és átcsoportosítását. El kell kerülnünk a jövőben azt a korábbi rossz gyakorlatot, hogy megalapozott uniós pályázati programok végrehajtására hazai, döntően önkormányzati önrész hiánya miatt sok esetben nem kerülhetett sor. Tisztelt képviselőtársaim! Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait azonban nem csak
az előbb említett operatív programok jelentik. Ide kapcsolódik még az EU költségvetéshez történő hazai hozzájárulás, 258,1 milliárd forintos összege, valamint a központi költségvetési bevételként mintegy 9 milliárd forint, úgynevezett egyéb uniós bevétel, a vámbevételek, cukorágazati hozzájárulás beszedéséből, stb. Továbbá Magyarországra a költségvetésen kívül is jutnak különböző támogatások az Európai Unióból, 225,9 milliárd forint összegben. Etéren a nem vidékfejlesztési célú mezőgazdasági támogatások dominálnak. Etételek esetében a költségvetési forrást az agrártámogatásokhoz kapcsolódó nemzeti kiegészítés, úgynevezett top-up jelent, 31,3 milliárd forint értékben. Egyébként megjegyzem, a csatlakozási szerződés alapján 2011-ben már az EU 15-öknek járó közvetlen támogatások mintegy 80%-ára jogosultak a magyar gazdák, és ezt egészíti ki a hazai költségvetési forrásból finanszírozott úgynevezett top-up támogatás. A fenti számokat összeadva egyértelmű számunkra, hogy Magyarország Európai Uniós tagságának 2011. évi szaldója pozitív, azaz az uniós források lényegesen meghaladják a költségvetési, hazai hozzájárulás arányait. Ezen arányok megőrzése hosszabb távon úgy vélem egyértelmű nemzeti érdek mindnyájunk számára, ugyanúgy, ahogy a hatékony felhasználás, amelynek középpontjában a munkahelyteremtő, foglalkoztatást növelő beruházásoknak kell kerülni, a korábbi időszak presztízs beruházásai helyett. Végül szeretném még egyszer hangsúlyozni azt a rendkívül fontos tényt, ami úgy vélem, hogy nagy mértékben elősegítheti Magyarország uniós pozíciójának javulását. A 2011-es költségvetés abban is a fordulat büdzséje, hogy a 6,5 éves magyar EU-s tagság során először fordulhat elő, hogy Magyarország teljesíti a GDP 300% alatti költségvetési hiányra vonatkozó Maastrichti kritériumot. Ez egy történelmi fordulópont kapuit nyitja meg Magyarország és az Európai Uniós tagságban. Kérem képviselőtársaim, támogassák az előttünk lévő törvényjavaslatot, elősegítve a magyar EU-s elnökségi feladatok megfelelő színvonalú ellátását, valamint az uniós források átlátható, hatékony felhasználását, biztosítva a szükséges hazai forrásokat. Köszönöm, hogy meghallgattok. Köszönjük szépen. Tovább adom a szót Pál Tibor képviselő úrnak, az MSZP képviselőjének. Tessék parancsolni. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, 2011 az nem az önkormányzatok éve lesz. Azok után, hogy a honfoglalás megtörtént az önkormányzatokban azzal a törvénymódosítással, amiről itt már korábban szóltam, hogy 40-45%-os támogatás mellett is kétharmados többséget tudtak szerezni a képviselőtestületekbe. Azok után, hogy az elmúlt években az önkormányzati költségvetést folyamatosan kritizálták, valamint azok után, hogy most 900 milliárd forintot a megtakarításokat beviszik a költségvetésbe, joggal várhattuk volna, vagy gondolhattuk volna, hogy akkor legalább az önkormányzatok működését azt majd korrekt módon biztosítja a 2011. évi költségvetés. Gondolhattuk volna, hogy majd visszaadják ezt a pénzt a településeknek, a városoknak, a kisiskoláknak, az óvodáknak, az ott dolgozó embereknek. De ehhez a Fidesz frakcióban ülő közel 70 polgármester és a körülbelül 100 önkormányzati munkában érintett képviselő kevés volt, nem tudta ezt az érdeket érvényesíteni, nem tudták a 3200 település érdekeit megfelelően képviselni. Cserben hagyták a városokat, a településeket, az intézményeket, iskolákat, az ott szolgáltatást igénybevevőket, helyben cserben hagyták az ott élő embereket. Sőt, ha a számokat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy az önkormányzatokért felelős államtitkár is alulmaradt abban az érdekérvényesítési folyamatban, ami a költségvetés készítését jellemzi. Persze azt is tudjuk, hogy a költségvetés az nem csak számokról szól, hanem szól a hétköznapokról, arról, hogy egy-egy városban, településen, egy kerületben milyen az élet. Megújulnak-e a játszóterek, működnek-e az iskolák, hogy érzik ott az emberek, van-e közbiztonság, van-e településőr, működnek-e a különböző